a Juhász Ferenc Művelődési Központban itt Biatorbágyon mindig nagyon is zajlik az élet, rengeteg színes program van. A nyár után most már az őszi programokra készülünk. Mi várható idén? Nagyon reméljük, hogy megvalósíthatjuk a színes őszt is, mert hogy nagyon színes programokkal készülünk. A zenei kínálatunk különösen sok színű lesz, mert a táncháztól, a népzenétől kezdve a Chaplin Club Jazz Blues koncertjeinken át lesz szeptember közepén 17-18-19-en egy háromnapos, az elmaradt városünnepünk pótlására, háromnapos Erezd el a hajadat buli zene hátán. Margaret Island, Anna de Barbie, Brains, csak a nagyobb neveket sorolom, és mellette Utcabál, és ezen kívül is számos zenei produkcióval készülünk. A komoly zene területén a város hangja, Biatorbágy hangja az Erkel Ferenc Kamarazenekarnak lesz egy koncertje. A Kossuth Díjas zongoraművésznek, Hegedűs Endrének lesz koncertje, ő is már visszajár hozzánk egy pár éve. Ezen kívül a színes szeptember közepi forgatagban megtartjuk a nyitott kapuk bábosnapunkat is, nagyon sok és nagyon színes báb előadással. A meseállomás gyerekprogramunk, családi színházi programunk is folytatódik, és lesz filmklubunk, visszatérünk remélhetőleg a jelenléti térbe, és akkor várjuk a filmkedvelőket is, kiállításokat is tervezünk. És a város ünnepen a nagy sikerű vonatos városi sétát is megismételjük szeptember közepén. És hát nagyon reméljük, hogy a közösségeink is visszatérnek a házba, pontosabban vissza is térhetnek. A nyári programoknál mi volt tapasztalható? Az emberek mennyire szabadultak fel, és mennyire tudtak a bezártság után valóban élni azzal a lehetőséggel, hogy most már szabadabban létezhetünk? Ez két arcú volt, azt kell mondjam. Mi arra számítottunk, hogy sokkal többen jönnek. Nagyon gazdag volt a nyári kínálatunk, és igazából évek óta ekkor szokott zajlani az épületbe a nyári karbantartás felújítás. Emiatt is, meg a szabadságok kiadása miatt bezártunk, most nem zártunk be, sőt direkt csináltunk egy biatorbágyi nyarat a zenetánc mozin keresztül sok-sok mindennel, és eléggé hektikus volt. Azt lehet általánosságban mondani, hogy valószínű idő kell ahhoz, hogy az emberek megint visszatérjenek, vagy pedig a közművelődésnek is egy picit gondolkodnia kell azon, hogy ebben az átalakuló félben lévő helyzetben majd hol találjuk meg mi is, mint intézmény a helyünket, illetve hogy hogyan találnak újra kultúrára és közösségre az emberek. Lehetséges, hogy közeljövőben is a virtuális térben látható és elérhető lesz a Művelődési Ház egy-egy programja? Természetesen. Ezt már a tapasztalatok is azt hozták, hogy van, amit nem engedhetünk el, és ahhoz még sorakoztak újak is. Tehát a talán többször említett Irodalmi Teaházacskánk és Konta Ildikó pszichológusunk okosságai mellett például a Műhely Lesen sorozatunkat is szeretnénk folytatni, ami helyben Biatorbágyon élő művészek engednek be a műhelyükbe, és egy 10, max. 15 perces összeállításban tulajdonképpen maguk mutatják be magukat. Ez is elég sikeresen indult, volt már pár darabja, és havi rendszerességgel például szeretnénk folytatni. És mindenképpen számolni kell azzal, hogy a virtuális teret nem lehet elengedni. Egyéb iránt is az emberek, hát túl nagy a zaj az online térben, ez igaz, de egyre többet ott is kényszerülünk létezni és információhoz jutni, tehát a művelődési központ nem engedheti meg magának, hogy ne legyen jelen. Úgyhogy szeretnénk mindenképpen ott is továbbra is mondhatni, hogy talán minél intenzívebben jelen lenni, és keresni azokat a tartalmakat, amik izgalmasak, és amik megkülönböztetnek minket, illetve hát amire igény van, arra reagálni. Még egyszer mondjuk el, hogy pontosan a városi rendezvény mikor is lesz látogatható, mely időpontokban? Szeptember 17-18-19-e lesz a nagy városi program, amire várunk szeretettel mindenkit.